Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Nagy örökkel dolgozunk a Gonosz Swift második évaden, de van még egy régi adóságunk, el kell adni az első évadban használt autó gépház tetejét. Ezt aláírta Janklovistól Vályi Pistáig, Draskovistól Imeldáig, mindenki, aki itt volt a műsorban, és bízunk benne, hogy ezek az aláírások képviselnek olyan eszmei értéket, hogy hajlandóak vagytok rá licitálni. És az ügy jó, a cél fontos, mert hogy a Betesda gyermekkórháznak ajánlanánk fel az így befolyt összeget. Úgyhogy minden részletet megtaláltok a leírásban, itt az első kommentben a videó alatt, és kérlek, licitáljatok, mert tényleg azt gondolom, hogy olyan helyre megy a pénz, ahol valóban jó helyen van. Mint azt látjátok, veszettül a nyílt nap után vagyunk, de nincs megállás, föl is pakoltuk a Gonosz Swiftet, mert hogy még javában zajlik a jótékonysági árverés, ugye elárverezzük a géptetőt, most már 450 ezer forint felett járunk, ami hát tekintve, hogy egy 20 éves Swift géptetejéről van szó, szerintem egész szép eredmény. Úgyhogy szabad jó emberezni? Persze, jó emberem Anti. Jó emberem Dani. Jó emberem Danival fölpakoltuk az autót, és nekiindulunk az RTL stúdiójának hajnal 6:30. Hogy? A reggel az akkor volt, mikor még az autót kellett szögelni, mert tegnap egy picit elpusztították a nyílt napos résztvevők, aztán még autót kellett formálni belőle, de ilyen jó lett. Így van, és most Köszi, elviszem magammal, mint DTK. És most a reggeli, az RTL reggeli műsorvezetői is ki fogják próbálni. Természetesen nem tudják, hogy a kormány fordítva van. Végre nem vagy olyan, mint egy UFO észlelés. Mire gondolsz? Hát az UFO is olyan, hogy mesélték már, hogy van, meg hogy Dani is van úgy, hogy nem munkásruhába, de most már ilyet legalább láttunk. Azt mondták, hogy márkajelzés nélküli ruhába kell jönni, fel akartam venni a céges pulcsit, de azon van márka. Hello! Voltál már a tévében? Gondolkozom rajta, de szerintem még nem amúgy. Egyszer említés szinten, mikor Nigel State-nek csináltam az egyik számához videoklipet, és volt a reggeli műsorban, és akkor megköszönte, hogy segítettem neki a videoklip elkészítésébe, de ezen kívül személyesen még amúgy nem. A világ legbátrabb embere. A Gonosz Swift-tel megy forgalomban. Úgy lépett hozzád, mint Neil Armstronghoz. Milyen volt a Gonosz Swift-tel menni forgalomban? Abszurd. Teljesen abszurd. A hollywoodi filmekben sosincs az autókban fejtámla, legalábbis nagyon-nagyon ritkán. És jobb, hogyha most sincs, mert egy nagy kamerával beszállunk, bár nem tudom hova tegyem, lehet, hogy ide elrejtem. Aha, valahol ott. Nem lesz rá szükség. Egyáltalán. Látni akarok mindent. Az élőkereskedelmi tévézésnek van egy olyan fokú profizmusa, ami számunkra elérhetetlen, tehát itt most 7 óra 22 perc van, és mi 7 óra 30 perckor legyünk adásban. Nem 29-kor, nem 35-kor, 30-kor. Úgyhogy most azért van itt ez a fenne nagy összeállás, hogy mire kezdődik, addigra az élőbe ki tudjon menni. És te izgulsz már? Az élő előtt? Az élő előtt egy kicsit mindig. De nekem egyszer azt mondta a Janklovics Peti, hogy ha abba hagyod az izgulást, akkor abba kell hagyni az egészet. Bölcs. Vettek már téged ilyen drága kamerával? Még sose. De azt akartam mondani, hogy a kollégának nagyobb van. Igen, hogy milyen autós tapasztalataid vannak? Gondolom B-kategóriás jogosítvány, sofőrcipő. Igen, egy nagyon kényelmes. Mivel jár civilben? Nagyon sokáig rendes sebességváltós kocsim volt, nemrég. Ma már egy automata váltós, ezt gondolom sima sebességváltós autó. Teljesen sima. Természetesen, hiszen említetted is, hogy 30 ezer forint, nyilván nem lehet automata váltós. Meglepődnél, van most egy új az automata, és mondjuk az volt vagy 100, de igen. Komolyan? Igen. Na, szóval én nagyon szeretek vezetni. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon biztonságosan vezetek, közben Barta Jutka, a stage managerünk osztja az élet, az azt mondja, hogy mindjárt jövő. Mit kell veled? És szerint csak el fogok indulni, és pász. Ennyi. Merre menjünk? Üve. Mi is jöttöd? Na. Jó ember, Dani segít neked a jármű irányításában. Kösd be magad, vigyázz, mert harap. A
A Dani harap, vagy a kocsi? Én nem harapok, ez az egyetlen érdekek. Magasan folyókúj lesz. Figyelj, nem érdemes sietni vele, ennyit mondanék, és lesz egy kis meglepetésünk. Jézus Mária, le lehet engedni az ablakot? Sajnos nem. Engedd le! Elektromos ablak. Na, csoda kezed van, megjavított, eddig nem működött. Csoda kezem van, de ezt most ne részletezzük. Azt mondja, hogy egyes, és a Barta Jutkát kell figyelnem, mert látod, az RTS stage manager-et, és azt mondja, ismerni. Akartam mondani, hogy én ebben a cipőben gyalogolni nem tudnék, nemhogy lefulladás nélkül autózni. Ez nagyon beteg volt. Ezt mindenkinek üzenem, hogy egyszer ki kell próbálni. Ez ilyen agyféltek is gyakorlat. Tehát tulajdonképpen azt érzem, hogy most a másik agyféltek kimerősödött. Az volt, hogyha jobbra akartam menni, balra kellett, egyszer csak erre rá lehet ám állni. Valószínűleg sokat segít, hogy én nagyon sokat szinkronizálok, és egyszerre figyelem a fülest, a színészt. Ha most ezt gyakorolnám, lehet, hogy kedvem lenne ilyet vezetni, srácok. Ami szeretnéd, van lehetőség rá, hogyha meglátogatsz minket, akkor bármikor. Ennek a műsornak lesz egy következő évadat. Komolyan a húgomat létszés fűzzétek be, jó Marian? Ketten kell jönnötök, mert az egy páros műsor. Ó, megyünk, már most adsz mondom. Adsz egy címet? Persze. Bocsi, hogy összeizzadtam a kábelt, meleg volt az autóban. Dani, mesélj, milyen volt az első tévés szereplés? Nagyon jó volt. Megindult megjött az izgulás. Nincs Tinderem, de az Instán biztos jönnek majd. Csalódtam. Sok millió nővel együtt. Nem baj, én nem vagyok csalódott. Azt szeretném kérdezni, Anti, hogy hogy értékelnéd a mai reggelünket? Megérte fölkelni korán? Nézd! Így, hogy benne volt a tévében a gonosz Swift, és nekünk is keletkezett egy extra anyagunk, szerintem minden további nélkül. Mi is benne voltunk a tévében. Ja. Tökéletes munkamegosztás volt. Mindenki azt csinálta, amihez ért. Én hülyeségeket beszéltem, te meg emberekkel én is. Jó, szerintem jó volt. Élvezte Anna, úgy látszódott az arcán. Őszintének tűnt. Már teljesen. Tudod, színésznő szóval akár el is játszotta, de adjuk meg neki, hogy nem játszott el. Aztán majd elhívjuk a második évadba. Azt mondta, hogy szívesen jön, bízunk benne, hogy valóban így is lesz. Szóval lényegesen jobban sikerült az egész, mint gondoltuk. Tök jó pofa volt az adás, úgy látszik a műsorvezető is vette a lapot. Most elindulunk vissza a telepre, mert össze kell pakolni a nyílt nap után. De... direkt addig videóztam, amíg nem voltam itt, tuti. Nem. Mindig úgy csinálom, hogy lásd a végét, hogy rosszul esem, hogy nem voltál benne a kohokban. Szóval visszamegyünk a telepre, ti viszont licitáljatok, mert még 7 napig él a licit a Vaterán, mondom, ilyen 450 ezer forint magasságában járunk, és hát azért bízom benne, hogy minimum meg tudjuk duplázni az árverés végéig, aztán megy az egész a gyerekkórháznak. Szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és köszönjük, hogy itt voltatok!